Közös gondolkodásra gyűltek össze a gazdák ezúttal Máté Szalkán. Az elmúlt hetekben a vármegye valamennyi térségének mezőgazdászai számára szervezett fórumot a Nemzeti Agrárkamara és a MAGOSZ. A Máté Szalkai eseményen utóbbi szervezet elnöke Jakab István hívta fel a figyelmet, itt az ideje, hogy végig gondolják, mi történik a hamarosan betakarítandó gabonával, milyen áron tudják majd értékesíteni, illetve rávilágított arra is, hogy ki kell fizetni az eddigi adósságokat, melyek komoly gondokat okoznak. Mert ha megnézzük, a földadó eltörlésre került, az öntözőkutak sorsa rendezésre került, a legstabilabb földpiaci szabályozás nálunk van, az uniós intézkedések ellenére 23 termék esetében lezártuk az ukrán határt, változatlanul csak a tranzit biztosított, a banki szempontból a Széchenyi kártya folyamatosan rendelkezésére áll a gazdáknak, a támogatásokat úgy, ahogy az uniós lehetőségek biztosítják, igyekszünk fizetni, felgyorsításra került. Gázolaj jövedéki adó most lett megemelve, még úgy, hogy most már 90%-os a gázolaj jövedéki adó visszatérítése. Csak egy összehasonlításképpen Németország esetében teljes mértékben eltörölték, és közel 500 millió euróval szemben kaptak a német gazdák 50 millió kedvezményt más területen. Tehát én azt hiszem, hogy ami rajtunk múlott, amin a kormányon múlott, az megtörtént. Csetibor András, a MAGOSZ főtitkára tájékoztatta a megjelenteket Nagy István agrárminiszter csütörtöki kormányinfón bejelentett 5 pontos intézkedés csomagjáról, mely a magyar termelők megsegítésére irányul. Az ágazatban kiemelt cél, hogy megszólítsák a fiatalokat. A magyar gazdatársadalomnak az átlag életkora az 58 év. Tehát egy rendkívül idősödő gazdatársadalomról beszélünk, és jogalkotói eszközök pályázati lehetőségre is szükség van, hogy frissítsük ezt a gazda generációt, generációváltásra kerüljön sor. És ennek egy nagy eleme, hogy már hatályba is lépett gazdaságátadási törvény, egy szerződéssel egyszerűsített módon lehet átadni a teljes gazdaságot, és ami majd jön várhatóan ősztől, az pedig a gazdaságátadási pályázat. Mind az átadó, mind pedig az átvevő tud majd erre pályázni, egy összegű, visszanemtérítendő támogatást lehet igénybe venni, nem kell hozzá beruházást megvalósítani, magyarán egy friss forrást lehet behozni a gazdaságba. Ez egy óriási előny lesz ebben a nehéz piaci helyzetben, óriási nyitottság a gazdák részéről, és én azt gondolom, hogy ha sikerül ezt a programot úgy végigvinnünk, ahogy most a terveinkben szerepel, akkor Európában az egyik legfiatalabb gazdatársammal tudjuk lezárni ezt a programot pár év múlva, és ez egy óriási versenyelőny lesz. A rendezvényen szó volt arról, hogy a területalapú támogatásokkal kapcsolatos jogszabályváltozások eddig beváltották az előzetes reményeket, ez európai szinten is komoly sikernek számít. A gazdatársadalom abban pedig továbbra is eltökélt, hogy összefogással el tudja érni a brüsszeli döntéshozóknál, hogy ne hosszabbítsák meg az ukrán gabona vámmentességét.